Ahogyan évek óta szokás, tél végén Mária Pócson gyűltek össze a vármegye dohánytermelői. A magyarországi termés mintegy 80%-át felvásárló nyíregyházi vállalat ismét a szerződés kötések kezdetéhez igazította a termelői fórumot. Az eseményen az előző évet értékelték termesztési, valamint piaci szempontból, de tájékoztatták a gazdákat a legfontosabb változásokról is. 2016 óta folyamatosan tartunk termelő fórumokat, amielőtt megkezdenénk a termesztést. Hát gyakorlatilag a mai nap egy átfogó áttekintés lesz arról, hogy milyen technológia elemekkel dolgozunk, és mik a technológiával szembeni elvárásunk, és természetesen nem mennek úgy haza termelőink, hogy ne tudják meg, hogy 2024-ben milyen feltételekkel fognak dohányt termelni. Másfél évvel ezelőtt így törték a dohányt Ófehér tó határában. Akkor rendkívül rossz évük volt a gazdáknak a történelmi aszály és a hirtelen megnövekedett energiaárak miatt. Ez kihatással volt aztán a termelői kedvre is, sokan függesztették fel a tevékenységet. Azért, hogy ez a folyamat megálljon, lépnie kellett a dohányfelvásárló vállalatnak. 22 az évszázad legszerencsétlenebb éve volt a mezőgazdaságban Magyarországon. 23-ban elmozdultunk, egy nagyon jó minőség és mennyiség összetételt tudtunk felvásárolni. Sajnos azok a elképzeléseink nem érvényesültek, hogy nagy mértékben növekedne a termés mennyiség és az átlag. Ez egy 7%-os emelkedés mutatott. Viszont az árainkat olyan mértékben megemeltük, hogy az elmúlt 5 évben 130% ár növekményt hajtottunk végre, ami úgy látjuk, hogy a termelő kedvet javította, és talán 2024-ben el tudunk mozdulni még jobban. A fórumon a közeljövő lehetséges támogatási lehetőségeiről is tájékoztatták a jelenlévőket. Mint az elhangzott, az utóbbi 2 évben úgynevezett válságtámogatás is biztosított volt a termelők számára. Ez az Európai Bizottság döntésének értelmében idén is elérhető lesz. 2022-ben az első válságtámogatás az a COVID miatt lett meghirdetve, illetve a COVID kereteiben kapták a támogatást az ágazat szereplői a 2023-as évben az ukrán-orosz háborúra hivatkozással, és ez utóbbi lesz 2024-ben is. A lényege a támogatásnak az, hogy aki rendelkezik jogosultsággal, a jogosultság mértékétől függetlenül akár több támogatást is igénybe vehet, hogyha teljesíti a feltételeket. Tehát egy példával élve, ha valakinek 1 hektárnyi jogosultsága van, ha 2 ültet vagy 3 hektárt, arra is megkaphatja a támogatást, amennyiben teljesíti a feltételeket. Ez a feltétel az elsődleges feldolgozóval történő szerződéskötés és ennek a szerződésnek a teljesítése. A támogatást főként az előállítás költségeinek fedezésére fordíthatják a gazdák, akik számára az elmúlt hónapokban egyébként kedvezően alakult, hogy mind az input anyag, mind pedig az energiaárak csökkenésnek indultak. A termelők emellett pályázhatnak gépesítésre fordítható támogatásra is. Erre azért is van egyre nagyobb szükség a tapasztalatok szerint, mert évről évre nehezebb dolgozót találni az alapvetően nagy kézimunka igényű ágazatban.